Szevasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép napon, reggelen! Képzeld el, most már ötödször kezdem újra a videót, ugyanis még nem vagyok magamnál. Van olyan nap, hogy sokszor tízszer újra kell kezdenem a videót, ugyanis nem tudom elkezdeni. De ami nemrég ébredtem fel, ami lehet látni a fejemen, a szemem még teljesen nincsen nyitva, épp hogy csak lezanyoztam, valószínűleg azért még nem vagyok magamnál. Ami legtöbbször elkezdem a videót elsőre vagy másikra sikerül, de ez a mai nap, ahogy mondtam, most már ötödszörre vagy hatodszorra kezdtem újra. Mutatom az időt, kint ilyen szépen süt a nap, látod? Ahogy hiszed vagy nem, de két perc ezelőtt még szakadt az eső, ugyanis egész napra ilyen esős időt mondtak, ilyen záporokat, napsütéseket. Jelenleg nem más csinálunk, mint készülődünk. Itt van a Lucas, a Davis, szervusz, tapogat, mindent. Appá, nézd, mit találtam, ilyen szép sapkát. Ugyanis készülődünk, nem sokára el fogunk indulni. Ja, mit csinálsz? Először elmegyünk a szüleimhez, ugyanis a Davis ott fog maradni a szüleimnél. Én, a feleségem és a Lucas nem más fogjuk, mint Brisbane-be, az kb. Ilyen 70 km-re van mi tőlünk. Ott fogunk megnézni egy autót, vagy kettőt ma. Ez a mai program. Ja, mit csinálsz? Aztán majd jövünk haza. Látod, hogy ilyen jól nézek ki ebbe a kalapba, te? Jó, nyuszi, nyuszi! Nem más fogunk megnézni, mint egy Fordot, vagy kettő darab Fordot. Elviszem majd a szemüvegemet, próbálom nektek megmutatni. Ez a mai nap valószínűleg ilyen autós néző nap lesz, ugyanis minden odaérünk, körülbelül egy óra út oda, egy óra út vissza, valószínűleg ott majd, vagy valamerre lehet, hogy el fogunk menni. Az időjárástól függ amúgy, hogyha jó idő lesz, akkor biztos, hogy valamerre el fogunk ott nézelődni, hogyha nem, akkor lehet, hogy jövünk haza. Majd meglátjuk. Amúgy tegnap képzeld el, a Davis nem más kapott, appá, mint oltást kapott, ugye most volt az az idő, hogy de jó áll nekem ez a kalap, te? Na, most volt az az idő, hogy ugye el kellett menni, és kapott kettő darabot, egyet az egyik lábába, másikat meg a másik lábába, de szerencsére nem lázasodott be. Ugye utoljára, amikor kapott, akkor belázasodott minden alkalommal, tehát most volt az az első alkalom, hogy nem lázasodott be, úgy jól érzi magát, reméljük, hogy ma is jól lesz. Ja. Na szervusz, nálad mi a helyzet? Éppen húzza a zokniát. Ja, a nőftárhoz nincsen meg a golyó, nem a golyó, minek hívják? Azt, amit kilősz belőle. Valaki valóban eltüntette, nekem van egy sejtésem, hogy kicsoda! Ugye, Davis? Viszem magammal ezt a szemüveget. Én azt hiszem, hogy a múltkor ugye volt, hogy vittem magammal a kamerát, és kamerával autót nézni meg, filmezni egyszerre kicsit nehéz. Úgyhogy gondolom, hogy ezzel a szemüveggel talán könnyebb lesz, és jobban meg tudom nektek mutatni. Ami nem más fog megnézni, mint egy Ford Falcon-t fog megnézni, amit én reggel, rettentő régóta néztek, most már egy pár hónapja, ugyanis ennek az autónak a gyártását ugye befejezték, így gyártották nálunk Ausztráliába, és befejezték tavalyi év, október vagy novemberébe. Itt nálunk, ebben az államban, itt Queenslandben most már csak 6 olyan autó maradt, amilyet én akarok, ez az XR6-os turbós kiadású, ami, majd meglátjátok, hogy milyen autó, nekem tetszik, és csak 6 darab maradt most már belőle. Az egyik darab az ott van Brisbane-ben, ahova ugye fogunk menni, ott fogjuk azt megnézni. Azért, mert olyan színűben valamit én szeretnék, ilyen kékes, szürkes, majd meglátjátok, hogyha még meg lesz. Aztán nézek nem más, mint meg akarom nézni a Mondeót, a Ford Mondeót. Eddig úgy tetszett az autó, na még egyszer, a Ford Mondeót szeretném megnézni. Ugyanis kívülről már sokszor láttam, és belülről nem láttam. Képeken láttam, de így élőben nem. Ahogy néztem a képeken, tehát persze nézegettem, elég szépen néz ki. Úgyhogy meg akarjuk azt is nézni, hogyha már ott vagyunk a Ford, ugye megnézzük azt is. Régebben nézegettük a fókuszt, de én azt mondja, a fókusz egy kicsit túl kicsi autó. Ja, hova tűntél? Mit csinálsz? Porszívózod a mikrohullámot? Aztán közben még készül a család, addig én gyorsan reggelizek, ugyanis mikor felébredek, gyorsan eszek egy kekszet, meg iszok teát, ugye teát mindig kell innom. A csokis teát, erről jut eszembe, ezt a csomagot, amit kaptam, ugye a csomagban még mindig nem kóstoltam meg, majd meg fogom kóstolni. Valószínűleg, hogy holnap, majd le akarom ugye filmezni. Adtam anyukámnak, meg apukámnak, azt mondták, hogy rettentő jó volt, úgyhogy én nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy milyen lesz. Ugye én szeretem a teákat. Mindenféle, majdnem, hogy mindenféle fajta teát, de inkább ezeket az ízesített teákat, bár minden teá ízesített, gyümölcsös teákat, de csokisat még nem, de van benne narancs is aztán. Na minden, úgyhogy meg fogom kóstolni, és lehet, hogy megízlik. Az lesz a vaja, hogyha megízlik ez a csokis teja, nálunk egyáltalán nem lehet kapni, úgyhogy ez olyan lesz, mint a Balaton szelet, meg a Turó Rudi. Hogy néha, hogyha kapok, akkor tudok enni vagy inni, hogyha nem, na minden.
Amúgy nem más leszek, mint sajtot eszek kenyérrel, ilyen tosztos kenyérrel abba a tosztos sütőbe. Ilyet gyorsan szoktam enni, hát na, kész, ki is jött. Ez gyorsan kész van, és megesszük. Ez azért szeretem, mert gyorsan kész van. Tehát rárakod, megsütöd, vagy megtosztolod, megpirítod, aztán gyorsan megeszed, és indulhatunk is. Elindultunk, Davis elvittük a szüleim, ez a Lucas ott most a Davis helyen, látod? Szerbusz, Lucas! Éppen az iPad-je játszik, köszönöm, megálltunk, zöldet kaptunk, úgyhogy most indulunk. Egy kb. Ilyen 50 perc, mire innét oda érünk. Mutatom, látod, itt megyünk. Nem sokára megyünk rá az autópályára, és tartunk Brisbane felé. Az idő még mindig jó, nem esett az volt az első, képzeld el. Úgyhogy talán szerencsénk lesz, és egyáltalán nem lesz zápor, de ki tudja, hogy mi lesz ott fenn, majd meglátjuk. Megérkeztünk valahova ide, csak azt nem tudjuk, hogy hova. Ugyanis eltévedtünk rövös már kétszer, mutatom. Itt egy ilyen út, állítólag ezen az úton van valahol. Onnét jöttünk szemből, itt megfordultunk, ugyanis erre sehol semmi. Én nem láttam Fordot, én semmit nem láttam. Ilyen, egy pár ilyen kisebb boltot láttunk, de amúgy ez ilyen Brisbane-től kijebb van. A Gold Coast-tól is kijebb van. Nem sok minden van itt. Egy pár házat láttunk, de mindegy. Most próbálom nézni a telefont. Hát ha megtaláljuk, valahol biztos, hogy itt lesz. Megtaláltuk egy ilyen, nem tudom, ilyen kisebb autókereskedő, látod? Egy pár autó itt, na, van erre felé, de amúgy vannak itt használt autók is, úgyhogy én azt mondom, hogy bennyik, és megnézzük. Én itt kívülről nem látom az autót, hogy lenne, lehet, hogy eladták, lehet, hogy megint fel kellett volna őket hívni, mint múltkor, amikor nem hívtam őket fel, és mi odaértünk, eladták az autót, hogy eladták, akkor megyünk máshogy is, van még egy ugyanilyen autó, csak más színben, amit keresek. Akkor lehet, hogy megnézzük azt, na minden, felrakom a szemeget, azt hiszem, hogy ilyen zenés videó lesz, majd meglátjuk. Ugyanis képzeld el, tudtam, hogy fel kellett volna őket hívni, nincs már meg az autó. Úgyhogy most semmik a másik helyre, ugyanis ott is van egy, a minden igazott piros színbe, azokat felhívtam múlt héten, azt mondták, hogy van nekik, mondtam, hogy majd eljövök a hétvégén, valószínűleg megnézem. Most van a hétvége, hogyha addig nem adták el, vagy mostanáig, akkor biztos ott van. Reméljük. Az körülbelül egy ilyen 25 perc vezetés innét, de előtte lehet, hogy emlünk és eszünk valamit gyorsan is. Lucas kezd éhes lenni, kezdesz éhes lenni? Ja. Nézi a telefont, merre kell. Semmit sem nézik el, és mondani nekem, hogy merre kell menni. Megebédeltünk, ide érkeztünk, ez mutatom, most pont nem látni, de itt van a Ford, oda van írva a Ford, jó, oda van írva a Ford, csak nem látni attól a táblától. Van itt ez, meg van még egy kicsit feljebb, az egyik az a használt, a másik meg az új autós, úgyhogy nem tudom, hogy melyik. Ide most elmegyünk és megnézzük, hogy ez az új, vagy nem, ugyanis nem használt autót keresünk, ugye? Úgyhogy gyorsan befutunk és megnézzük, vissza a szemeget is, úgyhogy induljunk.
autó. Legalábbis autó volt, csak eladták, képzeld el. Ugyan most menjünk a legeslegutolsó helyre, mert ennél több helyen már nincsen ilyen autó. Megnézzük, hogyha szerencsénk lesz, akkor lesz, hogyha nem, akkor nem. Amúgy ez egy kék színű autó. Ezt is néztem, szép a kékbe. De, na mindjárt, ma meglátjuk. Ami egy ilyen 5 perc és ott vagyunk. Még mindig itt vagyunk Brisbane-ben, látod. Forgalom van mindenfelé, jönnek, mennek az autók. Majd meglátjuk. Aztán lehet, hogy odaérünk, és nem is olyan az autó, amire számítottam. Ugyanis látni ugye láttam, de igaz életben nem vezettem. Úgyhogy majd kiderül. Na, várjál zöld, úgyhogy menjünk. Megjöttünk, úgyhogy menjünk, nézzük. Hát, hol van autó. Hát, kiszállt a család, kinek én is, sokan jönnek, hogy megjöttem. Éppen megvacsorázott, ugye felvettük őt is. Ez a délután, nem a délután, az egész nap elment. Úgy elment, hogy semmi más nem csináltunk, mint autóztunk körbe-körbe. Legtöbbet autóztunk inkább, ugyanis egy óra volt oda, ugye egy óra volt vissza, meg ott közben mentünk itt-ott mindenfelé. Na nyuszi, gyere, leülünk, mert nehéz vagy, jó? Hoppá! Nézegettük az autót. Ugye a végére találtunk egyetlen egy darabot, hármat találtunk, de a Xer 6-os, amit én kerestem a turbósban, egyetlen egy darab volt. Elvittem, kipróbáltam, az egész család kipróbálta, és elmegy. Az erő az nagyon jó volt, tehát amikor odaléptél neki, ugye megint rettentően megindult az autó, tehát belesüppette az ülésben, na várjál, bezárom a számítógépemet, és a Davis már itt kutat. Nagyon megindult. A belseje, az is úgy elment, de ennek nem ilyen bőrös volt a belseje, mint mondjuk a Kia-nak, hanem ilyen anyagos a belseje volt, tehát, na minden, úgyhogy majd még meggondoljuk, azt hiszem, hogy meggondoljuk, ugyanis még van ehhez hasonló autó, ugye, amit nézegettem, úgyhogy megosztottam ugye egy képet a Facebookon, és volt ez a, volt, ugye néztem a Mazdát, a Mazda 6-osat, néztem a Holden Commodore-t, ugye ezt a Ford Falcon-t is néztem. Tehát van egy pár autó lehetőség, ilyen választás, ugye attól függ ugye, hogy miért akarsz, milyen nagyobbat akarunk, ilyen családiasabbat, tehát ez a Falcon, és ugyanakkor mindegy Mazda 6-os. Látok, ilyen autó nincsen. Tehát Magyarországon ilyen Holden, Commodore, Mazda, mit csinálsz? Mazda van nálatok, Ford Falcon nincs nálatok, de Mazda 6-os van. Tehát képzeljétek el egy Mazda 6-os autót, és azt a méretet, tehát valami olyasmit keresünk. Vagy talán még a 3-asat, ugye a 3-as az egy kisebb, szerintem kisebb. 6-osnak nagyobb a csomagtartója, a hátsó ülés ugye kicsit olyan, nem kényelmes, hanem nagyobb, jobban el lehet férni. De várjál, valami tapogat. Ne, Davis, azt nem tapogasd.
Mássi félre a kezedet, meg kell itt zárni mindent. Ugye a Davis most megy aludni, elkészültünk, és mi is elfáradtunk. Na, semmit tevésbé is el lehet fáradni, azt hiszem, legalább is a vezetésben. Na, megint turkál itt a Davis. Úgyhogy ezt a mai videót itt most befejezem. Az autóval ugye úgy döntöttünk, hogy majd meglátjuk. Bár azt mondták, hogy ez az utolsó, több nincsen. Ugye befejezték a gyártását tavaly október és novemberben, és ahogy láttátok, nem sokat találtunk belőle, hogy van-e több, vagy nincs több. Szerintem még van, lehet, hogy egy-kettőt lehet találni itt-ott, önálló biztos, hogy nem volt, az 100%, tehát abban nem hazudtak, de nem tudom, majd meglátjuk, hogy ha 100%-ig abban leszünk biztos, hogy azt akarjuk, akkor majd visszamegyünk, hogyha nem, és közben elviszik, akkor ugye van helyette mindig másik. De ez a mai nap tényleg azzal ment el, hogy sokat autóztunk. Azt hittem, hogy oda megyünk, az első ilyen meglátjuk, kipróbáljuk és lesz, és nem volt. Tehát azért az egész nap ilyen nem ment el. Na mindegy, ugye ez a mai videó lehet egy kicsit rövidebb a megszokottnál. Ma meglátjuk, mikor szerkeztem. Úgyhogy mára ennyit, mindenkinek további szép napot, hogyha napot jöreget. Jó estét szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor néztek, ahogy szoktam mondani. Sziasztok!